Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, akkor az személyes, de kérhetsz egy más jóslást is. A díjam minden esetben 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük a cigány kártyákból azt, hogy mi az a gondolata, hogy érzi magát, mit fog tenni. Először bepillantunk az ő gondolataiba, mi az ő terve. Itt látható, ez a kutya, ez jelentett házi állatokat is, vagy szimbolizálja a baráti kört, itt vannak kapcsolatok, levelezés, de amit a kutya még jelent, hogy ő hűséges. És ő esküszik rá, hiszen itt van a pecsét, tehát megpecsételi ezt a gondolatot, ezt a közleményt, és keresi veled a kapcsolatot, beszámol arról, hogy megbízhatsz benne, hiszen hűséges hozzád, és ott marad hűségesen melletted. A második kérdés, hogyan érzi magát? Valami elszomorítja, hiszen itt van az ellenség, itt van ez a hamisság a háttérben. Az is lehet, hogy ő egy hölgynek nemet mondott, mert ő hűséges hozzád. Lezárta ezt a kapcsolatot, vagy elutasította ezt a nőt. Emiatt a nő szomorú. Ő érzi is, hogy itt megvan a szomorúság a háttérben, de a hamisság is, mert az hamis lett volna, ha ő igent mond, ha nem akar vele kapcsolatot. És inkább legyen ez a nő szomorú, mint hogy itt legyenek most félreértések. Ez a hamisság jelentheti a hölgynek a természetét is. És mit fog tenni irányodba? Ez a tolvaj lehet tényleg egy tolvaj, hogy beszámol arról, hogy valaki ellopott tőle valamit. De a tolvajnak, illetve ennek a kártyának van szimbolikus jelentése, és bizonyos dolgokat, személyeket eltávolít. Mivel itt a háttérben megvan a képeken ez a hamis nő, és ő esküszik neked, hogy hűséges hozzád, megbízhatsz a szavaiban, és a tolvaj eltávolítja azokat a gondolatokat, ami elbizonytalanít téged, vagy eltávolítja ezt a hamis nőt a háttérből, és itt a házasság jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy egy házassági ajánlatot. De mivel itt megjelenik a tolvaj, az jelentheti azt, ha lesz egy eljegyzés, vagy egy házasság, tehát egy ünnepség, azért legyetek óvatosak, nehogy valaki ellopjon tőletek valamit. A tolvajnak van szimbolikus jelentése is, azt is jelentheti, hogy ő tervezi veled ezt a házasságot, és valaki nem akarja azt, hogy együtt maradjatok, és kívánja azt, hogy téged eltávolítson valaki, mint egy tolvaj, vagy hogy ez az ötlet, ez a terv ne valósuljon meg, hiszen ebben az esetben a tolvaj el tudja ezt a tervet távolítani. Mi fűz össze benneteket? A szerelem.
itt te vagy a középpontban, ha te egy hölgy vagy, te mutatod ki az érzelmeidet, ő megbízik ebben, lesz kapcsolat, itt a hűség, egy házasság tervezése, te itt vagy, mint egy szerelmes hölgy, ő ezt észreveszi, és mivel van itt egy házasság tervezése, bizonyára örül ennek, és a hamisságokat eltávolítja majd ez a tolvaj. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!